A bajnokság 12. fordulójában a Vasas otthonában veszítette el veretlenségét a nyíregyháza Spartakusz, azóta viszont három meccsen 9 pontot szerzett Tímár Krisztián együttese. Ráadásul nem is akármilyen körülmények között. Az Ajka ellen hátrányból fordítva 2-1-re, Gyirmóton két gólos hátrányból fordítva 4-2-re nyert a Spari. Legutóbb pedig a meccs kétharmadában emberhátrányban játszomulta felül 2-0-ra a BVSC zuglót a nyíregyháza amikor két, két gólos hátrányba vagy elsősorban mentálisan kell erősnek lenned, de hogy, hogy tényleg az utolsó pillanatig küzdjél hajtsál, és ne ad fel a, 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 reményt, hogy meg tudod fordítani, hinni a csapat egységben és abban a tudásban, abban a munkában, amit mi elvégzünk. És nyilván amikor meg ember hátrányba vagy és olyan, majdnem 70 percet ember hátrányba kell játszani, akkor hiába hiszel benne, hogyha nem vagy jó erőbe, Szóval én azt gondolom, hogy ott kidomborodott a többi mérkőzésen is, de ott nagyon. Itt most főleg, hogy a, ha nézzük az utolsó mérkőzés és hogy a, a, mérkőzés egyes szakaszaiba teljesen eltüntettük az, hogy nem kívülről nézve is, meg visszanézve is a mérkőzést, nem látszódott, hogy ember vagyunk. Szóval én azt gondolom, hogy mind a két szempontból stabil a csapat, és, és megfelelően fel vagyunk készítve. Gengelis Gergő a gyírmót elleni mérkőzésen két gólt járult hozzá a fordításhoz. Sajnos az utolsó mérkőzésen nem tudtam pályára lépni, hiszen öt sárga miatt eltiltásomat töltöttem. A taktikánk erre alapul egyébként, hogy egy elég kezdeményező játékot játszunk védekezésben is, és erőben jól bírtuk mind a két találkozón, mind a három találkozón, úgyhogy annyira nem látszott az ember hátrány, vagy az, hogy hátrányba kerültünk. Mint a vezetőedző elmondta, kellemes gondokkal küzd, mivel szinte valamennyi futbalista rendelkezésére áll, és a csereként pályára lépők is hozzá tudnak tenni a csapatjátékához. Most már a, a sérültjeink is vissza, vissza, visszatértek, azért a szezon egyes időszakaiban volt, amikor jó pár sérültünk volt. Azt gondolom, hogy most egy ideális helyzetben vagyunk, mert, mert inkább nekem okoz fejfájást az, hogy ki mellett rakjam le a voksot, de hát nyilván ez nem hasraütés szerint. Végezzük, hanem nagyon fontos az a hétközben elvégzett munka, függ attól, hogy milyen ellenféle játszunk, szóval sok összetevő ez a történet, de azt gondolom, hogy a játékosok rendkívül jól állnak ebbe a, bele, ebbe a munkába bele, szeretnének tényleg mindenki a győztes csapat része lenni, szeretne hozzátenni, de mindig elmondom a csapatnak, hogy a, a, az általam megálmodott csapat az nem 11 főből áll, hanem a teljes keretből, és hogyha valaki úgy tud a csapaton, csereként jön be és eldönti a mérkőzés, hogy gólpassa hozzá segíti, vagy éppen a, a alakszai nem egyszer beállt csereként, védőként, és, és hozzáteret, mert egy stabilitást adott, de most említhetném ezen a mérkőzésen a Tamás Olivért is. Szóval akkor, ha itt tud hozzátenni, akkor, akkor ő egy nagyon hasznos csapat, és szerintem ez, ez adja egy csapatnak az erejét. Az NB2 tabellájának élén a 35 pontos győr áll, megelőzve a 34 pontos nyíregyházát. Az Spari a jövő hét végén a hatodik helyen álló Csákvárhoz látogat.